A Bajai Televízió csütörtök esti híradója már is kezdődik. Jó estét kívánok! Elsőként nézzük vezető híreinket röviden. Egységes szabályozás. Szigorúbb adatvédelmi rendelet lép életbe 2018-tól. Cél az ügyfelek és a munkavállalók adatainak biztonságos tárolása. Derékba tört élet. Az üzemi balesetekben elhunytakra emlékeztek a parkerdőben felállított emlékműnél az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Ázsia Express bajai módra. Három távol-keleti versenyen is rajthozáltak az elmúlt hetekben a Mogyi Ese triatlonozói. Jövő év május 25-től kell a gyakorlatban is alkalmazni az új uniós adatvédelmi rendeletet. A szabályzat egységesíti a 28 tagállam rendelkezéseit és felülírja az egyes országok jogszabályait. A változások célja az ügyfelek és a munkavállalók személyes adatainak minél biztonságosabb tárolása és kezelése. A témában a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara bajai képviselete szervezett előadást a vállalkozóknak. Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét 2016-ban fogadták el. Ennek egyik fő célja az online szolgáltatásokba vetett bizalom megerősítése és az ehhez illeszkedő, modernebb adatvédelmi jogszabály megteremtése volt. A változásra a cégeknél nem csak jogi, hanem informatikai szempontból is fel kell készülni. Ezentúl ugyanis egy napra kész nyilvántartást kell vezetni a vállalkozás által tárolt és kezelt személyes adatokról. Minden magyar vállalkozásnak, akinek legalább egy munkavállalója van, vagy pedig bármilyen személyes adatot kezel, így a szerződéses partnereinek a nevét, vagy pedig a kapcsolattartónak az e-mail címét, telefonszámát, neki adatvédelmi nyilvántartást kell készítenie. Ez egy nagyon nagy dolog minden vállalkozásnál, ugyanis a jelenlegi rendszerről, ami egy bejelentéses eljárás volt, egy saját nyilvántartásos rendszerre kell átállni. Ha a magánszemélynek megsértjük a jogait, akkor kártérítés vagy sérelemdíj illeti meg. Az adatvédelmi és kereskedelmi jogban jártas ügyvéd elmondta, jelenleg 20 millió forint a maximálisan kiszabható bírság. A szankció 2018-tól viszont 20 millió euróra emelkedik, vagy a vállalkozás előző évi árbevételének 4%-át számolják fel. Az ellenőrzést Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság végzi. Tulajdonképpen most kezdjük ezt figyelgetni és ismerkedni vele. Így gondolom, hogy a vállalkozók is. Mindig szeretjük, hogyha valami olyan alulról jövő kezdeményezéssel kapunk valamilyen híradást, ami a vállalkozókat érinti, törvénymódosításokat vagy rendeletmódosításokat érinti. Úgyhogy így történt ez most is. A Kamara november 16-ától egy újabb előadássorozatot indít, ahol hetente két szakember a cégeket érintő legfontosabb témákról, így például marketingről, munkajogról és a pályázatokról ad tájékoztatást a helyieknek. Töredékére csökkent Magyarországon a gyermekhalandóság az elmúlt évtizedekben. Míg 1990-ben 1000 élve születésre 17 eset volt, tavaly ez a harmadára, 5-re csökkent, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hozzátette, ez az érték megfelel az európai átlagnak, amely a világon a legalacsonyabbak között van. Mint kifejtette, az elmúlt években megerősítették a védőoltási rendszert. Ennek köszönhetően hazánk a csecsemők és kiskorúak átoltottsága tekintetében első helyen áll Európában. A koraszülöttekkel foglalkozó centrumok és az intenzív neonatológiai osztályok műszaki fejlesztése szintén a csecsemőhalandóság csökkentését szolgálja. Az üzemi balesetekben elhunytakról emlékeztek meg kedden délután az Országos Erdészeti Egyesület bajai helyi csoportjának tagjai. Az erdő- és vadgazdaságban tevékenykedő egykori dolgozóknak a parkerdőben állítottak emlékművet 1987-ben, vagyis 30 évvel ezelőtt. A kerek évforduló alkalmából az idén még többen látogattak ki a helyszínre a halottak napjához közeli időpontban. Derékba tört fa emlékeztet a Bokodi úti parkerdő délkeleti részén a kettétört életekre. A baleset, amiután az emlékművet létrehozták, 31 évvel ezelőtt történt ezen a helyen. Osztalit Marin 1986-ban egy tergépkocsi gépkocsi vezetője egy darus gépkocsit kezelt, és a meglazult, magas feszültségű vezeték drótjához ért a daru gémje, és halálos áramütést kapott. A pandúri erdészet munkatársa 39 éves volt.
A baleset idején Varga Rudolf volt a kerületvezető, aki még abban az évben egy beton alapon álló darus teherautót készített. Az új emlékművet pedig egy évvel később halottak napja alkalmából avatták fel a hozzátartozók, barátok, munkatársak részvételével. Ez jelképezi azt, hogy a fiatal életek ketté törtek. Nehéz erről beszélni egyébként. Hát én azt hiszem, hogy mindenki közöset is él meg benne, meg mást is. Az emléktáblán most 13 név szerepel. Volt, akire rádölt egy fa, mások a víz, vadászbaleset vagy más szerencsétlenség áldozataivá váltak. Az emlékművet az Országos Egyesület és a Bajai Központú Erdő- és Vadgazdaság anyagi támogatásával hozták létre. Mivel apropója ennek a helynek, hogy 30 évvel ezelőtt létesült, úgy gondoltuk elnök úrral, hogy méltóképpen próbáljuk meg ezt a megemlékezést megejteni, és ezért az emlékhely környezetét rendbe tettük. A fából bútor készül, tető a fejünk fölé, meleget biztosít, az erdő maga pedig szerelem. Ugyanakkor, ha nem vagyunk körültekintőek, áldozatot is követel, ezért vigyázzunk magunkra és másokra, hangzott el a megemlékezésen. A Bokkodi úton járók figyelmét egy felújított tábla hívja fel az emlékhelyre. A terápiás kutyák alkalmazása kezd egyre inkább elterjedni hazánkban is. Számtalan tanulmány és felmérés bizonyítja a kutyák pozitív hatásait a fejlesztő foglalkozások során. Ahhoz azonban, hogy valakiből terápiás kutya váljék, bizonyítani kell. A közelmúltban Baján vizsgáztatták a gazdákat és a négylábúakat, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, kiből válhat igazán jó segítőtárs, a folytatásból kiderül. A szilva az abszolút kedvenc az idén a gyümölcsfák piacán. A faiskolákban a legtöbben az ellenállóbb fajtákat viszik, az alma és a körte kereslete pedig jelentősen visszaesett. A szabad gyökerű csemetéket a nappali fagyok beálltáig lehet kiültetni. Gramlin Kornél 6,5 hektáron termeszt gyümölcsöt, a terület nagy részén almát. A kertészmérnök azt mondja, idén a jég vitte el a termés nagy részét, más években viszont a kártevők okoznak fejtörést. Szerinte, aki gyümölcsfa ültetésen gondolkozik, annak leginkább az egyre kiszámíthatatlanabb időjárással kell számolnia. A piacon jelenleg a szilva a legfelkapottabb. A szilva ára az nagyon... emelkedett a szilva ára, nagyon magas volt, 200 forint körül szilva árak voltak, és viszonylag nem telített a piac. Tehát import szilvákat is hoztak be elég sokat. Ez egy talán fölfutóba lévő, de ugyanúgy fölfutóba van a cseresznye, és az is kevés van. A megyből, hát abból talán még van, de azt sem árt most területet is pótolni. A homokos, lazább talajban általában a megy, a kajszibarack és a szilva szeret jobban. A faiskolákban ezeket keresték idén a legnagyobb számban. Utóbbinak 3 év kell, míg termést hoz. Vásárláskor érdemes figyelembe venni a tápanyag és a vízigényt, valamint a növény ellenálló képességét. Permetezés szempontjából vannak fajták, amik igényesebbek. Az őszibarack, az alma, a körte, ezek általában egy igényesebb növények. A kajszi, a szilva, a birsek, azok talán nem annyira érzékenyek a betegségekre, de vannak ezek között is már rezisztensebb fajták, amiket árulunk. A szabad gyökerű fákat tavasszal és ősszel lehet kiültetni, amíg nincs nappali fagy. A csemeték jelenleg 2000 forint alatt kaphatók, kivéve a diót, ami évek óta tartja a 3800-4500 forint közötti átlagárat a hazai piacon. Az elmúlt 2 évben folyamatosan mintegy 25%-kal nőtt a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplő magánszemélyek és vállalkozások száma. Jelenleg 95 ezer vállalkozás, 32 ezer egyéni vállalkozó és 31 ezer magánszemély szerepel az ingyenes pozitív listán. Felvételét bárki kérheti, ha rendben vannak adóügyei. Ha valaki szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, nem kell tartozásmentességről szóló adóigazolást beszereznie, amikor igazolnia kell, hogy nincs köztartozása.
A NAV honlapján található KOMA minden hónap 10. napján frissül, és azokat az adózókat tartalmazza, akik az előző hónap utolsó napjáig a KOMA nyomtatványon kérték felvételüket és megfeleltek a feltételeknek, illetve régóta tagjai az adatbázisnak és továbbra is megfelelnek a feltételeknek. Ahhoz, hogy valaki folyamatosan szerepeljen az adatbázisban, határidőben kell teljesíteni a jogszabályban meghatározott adókötelezettségeket. Temperamentum vizsgán bizonyítottak a bajai négylábúak. A Kutyával egy mosolyért alapítvány által szervezett felmérésen azok a felkészült kutya-gazda párosok vehettek részt, akik a jövőben állatasszisztált terápiával szeretnének foglalkozni. A vizsgán a kutyák mellett a gazdák teljesítményét is értékelték. Engedelmességi és alkalmassági feladatokban, valamint valós szituációs helyzetekben kellett helytállniuk azoknak a kutyáknak, akik részt vettek a terápiás állatok számára meghirdetett temperamentum vizsgán. A felmérésre azokkal a négylábúakkal lehetett jelentkezni, akiknek habitusa megfelel az elvárásoknak, és akik képesek teljesíteni az alapvető utasításokat. A legnagyobb feladat az az, hogy a gazda legyen kiegyensúlyozott és magabiztos végig, és lehetővé tegye azt, hogy a kutyája megfelelően teljesítse a feladatokat, hiszen a kutya már tudja, ő már begyakorolta ezeket a vizsgafeladatokat, nekünk embereknek kell ezt elhinnünk, hogy menni fog, és a kutya képes rá. A vizsgán az alapkészségek mellett azt is értékelték, hogyan viselkedik az állat más kutyák társaságában, illetve hogy hogyan tud együtt dolgozni a kutya és gazdája. Nem is csak a kutyát nézzük, hanem a párost, tehát a kutya-gazda páros nézzük, hogy hogyan, milyen összhangban vannak, hogy dolgoznak együtt, hogy tudják egymást irányítani, hogyan viselkednek. És igazából nem pontszámokat kapnak, hanem csak megfelelt vagy nem megfelelt minősítést. A bajai vizsgán 4 páros adott számot tudásáról. A jelentkezők elmondták, a nyilvános követelményeknek és feladatoknak köszönhetően sokat tudtak gyakorolni a felmérésre. Elpróbáltuk többször a vizsga szituációkat. Nyilván ugye nem idegen emberekkel, hanem ugye ismerősökkel próbáltuk végig, és így a kutyáknak ismerősek voltak a különböző szituációk. De ezt nem csak a vizsgahelyzetben képesek teljesíteni, hanem nyilván egy éles helyzetben is ugyanígy megcsinálják. A jelentkezők közül 2 páros sikerrel hajtotta végre a két feladatokat, ők már a következő úgynevezett záróvizsgára készülhetnek. Ha ott is jól szerepelnek, megkapják hivatalos igazolványukat, a négy lábúakat pedig terápiás kutyákká nyilvánítják. Azoknak sem kell aggódniuk, akik nem jutottak túl az első fordulón, hiszen rövid időn belül újra lesz lehetőségük bizonyítani. Most pedig kezdődik a Sportpercek. Tamás várja Önöket. Kellemes, szép estét kívánok mindenkinek! 3 állomásos ázsiai körúton jártak az elmúlt hetekben a bajai triatlonozók. Sorrendben Hongkong, Dél-Korea és Japán volt a versenyek helyszíne, a miénk egy Ázsia kupán és 2 világkupán álltak rajthoz. A szereplés vegyesre sikerült. Nem szokatlan dolog, hogy a Mogyi Ese versenyzői Ázsiába utazzanak, hiszen az elmúlt években rendre szerepeltek távol-keleti versenyeken a bajaiak. Ennek köszönhetően sem az időeltolódással, sem pedig az ottani kultúrával nem jelentett gondot a megbirkózás. A mostani túra első állomása egy Ázsia kupa volt Hongkongban, ahol remekül mentek a mogyisok. Faldum Gábor egy sprintbefutót követően az előkelő második helyen zárt, míg Cigány András kicsivel lemaradva a dobogóról 4. ért célba. A verseny egyfajta ráhangolódás volt az egy héttel később Dél-Koreában rendezett világkupára. Gábor az úszást megoldotta, pont az első depózást rontotta el egy kicsit, ami neki azt hiszem ez eddig minden verseny az erőssége volt, és így egy kicsi kerékpárt egy kicsi hátrányból kezdte, és az első emelkedőt, valamint az első pár kilométert kerékpárban nem sikerült úgy megoldania, így az első bolyról lemaradt, és tényleg utána már ilyenkor azért esély nincs, tehát 37-en leszálltak előlő, meg 1,5 perc hátrányba. Végül itt Cigány a 26., Faldum a 32., míg Király a 42. helyen ért célba. Dél-Korea után pedig Japán következett, ahol már olimpiai távon rendeztek világkupát. Ezúttal egy elmaradt dél-amerikai versenynek köszönhetően nagyon erős mezőny jött össze a felkelő nap országában, ahol ezúttal Faldum Gáborért és Cigány Andrásért szoríthattunk. Andrisnak sikerült rosszabbul, neki problémái volt a kerékpáron, így kiállt. Gábor nagyon jól úszott, talán az idei év egyik legjobb úszását hozta.
kerékpáron is jól helyezkedett, jó volt, jó erőben volt. Futásra egy kicsit így a szezon végére, meg azt szerintem ebbe az egész szezon negatívuma is, meg pozitívuma is benne volt ebbe a versenyben. 24. hely volt. A Japánban rendezett világkupa az év utolsó megmérettetése volt a mogyisok számára. A rövid pihenőt követően november végén, december elején már a felkészülés kezdődik a jövő évi feladatokra. Hazai környezetben szenvedett vereséget a hétvégén a Bajai KS valamennyi utánpótlás csapata. A serdülő fiúk a Gézengúz UKC együttesével szemben maradtak alul 30-21 arányban, míg az ifjúsági lányok a Budaörssel szemben veszítettek 27-12-re. Az ifi fiúk a Kalocsa gárdáját látták vendégül, és 27-21-re kikaptak a vendégektől. Friss sportösszeállítással holnap este ismét jelentkezünk. További kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Egységes szabályozás, szigorúbb adatvédelmi rendelet lép életbe 2018-tól. Cél az ügyfelek és a munkavállalók adatainak biztonságos tárolása. Derékba tört élet. Az üzemi balesetekben elhunytakra emlékeztek a parkerdőben felállított emlékműnél az Országos Erdészeti Egyesület tagjai. Ázsia Express Bajai módra. Három távol-keleti versenyen is rajthozáltak az elmúlt hetekben a Mogyi Ese triatlonozói. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss hírekkel holnap este 6 órakor a szokott időben várjuk Önöket. Addig is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Csütörtökön erősen felhős, helyenként párás idő várható. Elszórtan, de egyre kevesebb helyen, főként északkeleten alakulhat ki eső. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között valószínű.